Névadójukra emlékeztek a csornai Rákóczi sok. A diákok a fejedelem életét mutatták be. Műsorunkban a negyedik osztályosok előadását láthatják. Kedves Balázs atya, kollégák, tanítványaink! Március 27-e, második Rákóczi Ferenc születésnapja, aki keresztényként és magyarként egyaránt példaképként áll előttünk. Iskolában már évek óta hagyomány, hogy Rákóczi hét keretében emlékezünk névadókra. Célunk, hogy tanítványaink megismerjék második Rákóczi életét, hogy minél jobban kötődjenek iskolánkhoz, büszkék legyenek arra, hogy Rákóczi diákok. A negyedik osztályos tanulók irodalomórán megismerkedtek második Rákóczi Ferenc életével, a szabadságharc történetével. Lelkesen kezdték el tanulni a dicső fejedelemről szóló színdarabot, melyet most bemutatnak. Az ő előadásokat láthatjuk, fogadjátok őket szeretettel. Műsorunkkal a szabadságharc vezetője, a hazafi, a bújdosó, az írva előtt tisztelni. Magyarország az én hazám, itt nevet fel apám, anyám, itt ringattak a bölcsőben, e szép honnan szent ölé.
1500-ban születtetni akart, 14. Lajos francia királyra, de elárulták, ezért 1701-ben a bécsi helyi börtönbe zárták, abba a cellába, ahol nagyapja, Mini Péter is raboskodott. Feliratált. Mert bánkod, és elmi köztünk,
fejedelem maga 1703. június 16-án találkozott a felkelőkkel, majd megindult a szabadságharc. Vajon itt vannak-e már a kezdőszavak? Bizony, Annyi, ennyi idő alatt se kellett volna már élniük. Mit a lódobogás hallani? Jól hallja, fejedelem uram. Néhány perc múlva megérkeznek a lovasok. A gyalogos katonák nem érnek? Jönnek a talpasok is, ezeres uram. Hamarosan idérnek. Ő inkább az emigrációt választott a sok társával együtt.
gyereket, hogy még egyszer láthatja hazáját. Ez a vágya azonban már nem valósult meg. Két országon népem, vitéz magyar székely, az Isten megálljon. Vadak Istenhoz áll, német már a gazdán, Istenhoz áll munkás, engem többé nem áll. Legkedvesebb várom, szép Magyarországon, már többé nem látom, már többé. Törökországi rovastorban él. Itt innával, írással, asztalos munkával töltötte minden napjait. Aki látná, azt mondhatná, hogy valamely mesterember, vagy fúr, vagy farag, vagy esztergába dolgozik. Írta róla a belebújdosó Mikes Kelemen írógrál. A nagy fejedelmünk 1735. április 8-án 59 évesen hűnt el rovastorban. Holttestét külkamarása Mikes Kelemen Konstantinápolyba vitte, és a Szent Benedek templomba helyezte el vélemboletának megfelelően édesanyja Zrínyi Ilma Hanvai mellé. Végül mindkettőjük földi maradványait 1906. október 29-én Kassán a Szent Erzsébet Székesegyházban helyezték meg Sőnkolomba. Második Rákóczi Ferenc kiemelkedő alakja volt a magyar történelemnek. Tollal és karddal harcolt a szabadságért, a nemzeti összefogásért és Magyarország egységéért. Intézményünk 1976-ban vette fel II. Rákóczi Ferenc